Előadásomnak a címe a Dunai Római Flotta hadászati és harcászati alkalmazása az első és a negyedik század között. Rögtön előre bocsájtanám, hogy nem egy kronológikus áttekintést szeretnék adni, hanem itt sokkal inkább az ellátandó feladatokat szeretném bemutatni, amit a római flottának el kellett látnia a Duna mentén, azon belül is elsősorban nyilván itt a pannóniai, tehát a Közép-Duna medencére szeretnék koncentrálni. Na most már, amikor a római légiók először leereszkedtek a júliai Alpok lejtőin, és eljutottak a Száva vízgyűjtő területére, azon túl pedig nyilván ugye az egész Duna-medencének a vízgyűjtő területére, akkor egy hatalmas úthálózat nyílt meg előttük, ugye a vízi úthálózat. Egy dologról ugyanis nem szabad megfeledkeznünk. A rómaiaknál mindig kiszokás emelni azt, hogy milyen profik voltak ugye az utak építésében, és ez mennyire hozzájárult ahhoz, hogy a rómaiak milyen hatékonyan tudták kiterjeszteni a saját maguk gazdasági alrendszerét, milyen hatékonyan tudtak hódítani, de gyakran elfeledkezünk a vízi úthálózatokról is, amit a rómaiaknak uralniuk kellett. Ugye itt van most például, ugye egy aktuálisabb példát mondjak, a Netflix Barbárok sorozatának a második évada, ahol Arminius, mint egy volt római tiszt, nagyon meglepődik azon, hogy hajón mennek a rómaiak, és hát ugye úgy próbálnak meg csapatokat juttatni a mélyen a Germánia területén lévő táborba. Hát ha egy római tiszt már szolgált volna 5 percet a római hadseregbe, ha tudta volna, hogy ez nagyjából bevett gyakorlat volt, de ennyit egy kicsit exkurzust a korabeli, ugye, tehát manapság a populárisabb médiáról. Na most már a rómaiak, tehát először a Száva völgyébe érkeztek el, és az, hogy mennyire fontos ez a terület, és hogy hogyan tudnak bekapcsolódni itt a Duna-medence vízhálózatának, akkor még inkább gazdasági vérkeringésébe, illetve hogy katonailag hogyan tudják a Száva völgyét ellenőrzés alá vonni, annak az első lépését már rögtön tudták, hiszen már az első században ravennai, illetve misszénumi veteránokat, tehát a Ravenna és Misszénum volt a két legjelentősebb földközi-tengeri római flottabázis, tehát ott szolgált veteránokat telepítettek le a Száva völgyébe, és akkor így kezdett el gyakorlatilag a római katonai hajózás kialakulni a térségünkbe. Itt ugye 4 korszakra osztottam a előadásomnak az idejét. Ugye az első rész az a hódítás kora, ami a Krisztus előtti első századba indul, és ugye Krisztus utáni második század, első század közepére zárul le. Majd a rendszernek a megszilárdulásának az ideje, ami az első század vége, amikor kiépül a Ripa Pannonica. Itt én nagyon szeretem használni a Ripa Pannonica kifejezést, ugyanis a limes az a szárazföldi határszakaszt jelentette a rómaiaknál. A folyami határszakaszra a Ripa kifejezést használták. Tehát itt a helyes kifejezésünk az, hogy Ripa Pannonica, és az első század második felére történik az meg, hogy a római csapatok felvonulnak felzárkóznak a Duna vonalára, és innentől kezdve gyakorlatilag egészen odáig, amikor végül Pannóniát feladják, tehát ez a fő tevékenységi területük. Természetesen vannak olyan időszakok is, amikor ugye nagyobb intenzitással vették igénybe a flottának a szolgálatait, illetve amikor ugye a reflektorfény jobban rájuk vetül. Ez a második századnak a nagyobb háborúinak az időszaka. Gondolok itt például Trajanus drák háborúira, illetve a Markoman háborúkra, valamint ugye aztán a harmadik, negyedik században jött egy válságszakasz, illetve egy újjászületés, amit ugye jó fémjelz az, hogy ami korábban ugye két részre volt osztva a térség római flottáraja, a mőzia, illetve a pannóniai flotta részre, azt a negyedik században összevonják egy egyesített dunai flottává, a Classis Histricává. Na most már ahhoz, hogy meg tudjuk vizsgálni azt, hogy milyen harcászati feladata volt ennek a római flottának, meg kell nézni, hogy milyen közegbe is tevékenykedett. Ugye globálisan már beszéltem ugye itt a Duna és a hozzá kapcsolódó folyóknak a víziút rendszeréről, úgyhogy ezeket 3 nagyobb kategóriába lehet osztani. Ugye egyrésztről azok a víziutak, amelyek a római birodalmon belülre kerültek, tehát a belső víziutak, ezek alatt viszont egy sokkal tágabb kört lehet érteni, mint ami először az ember eszébe jut, mert például a római korban a sárvíz az hajózható volt, és Gorziumnál, tehát Tácnál például kikötő volt a város mellett.
Tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Nyilván ott volt ugye a határfolyó, ami ugye egyszerre elválasztja és összeköti a birodalmi, illetve ugye a barbarikumi területeket, valamint a barbár területeknek a vízi útjai, amelyek ugye egy hálózatként nyilván belekapcsolódtak az előzőekhez említettekbe, és hát ugye ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy bizony ezen is tevékenykedtek a római hajózó egységek. Tehát, hogyha összefoglalnám, akkor azt mondanám, hogy a stratégiai, vagyis hát ugye a hadászati fő feladata a római flottának állandó jelleggel az uralom biztosítása a belső vízi utakon, illetve a határfolyón, tehát a Dunán, illetve eseti jelleggel ugyanez az uralom, ugyanezt az uralmat biztosítani a barbár területek folyórendszerén is. Ugyanis Róma szempontjából akkor volt biztonságban a birodalom, hogyha ők ellenőrizték a határfolyót, és azon nagyon más nem tudott olyan minőségű, olyan mennyiségű hajózó egységet kiállítani, ami veszélyeztethette volna Róma katonai uralmát. De nézzük meg, hogy mik voltak azok a harcászati elemek, taktikai elemek, amivel ezt a stratégiai hadászati célt megvalósították. Egyrésztről az itt szolgáló római flottának logisztikai támogatást kellett nyújtani a római csapatoknak, ami ugye egyrésztről utánpótlást kellett szállítaniuk a római egységeknek, ugye nyilván ugye a ripa mentén az erődítményekbe, egyéb katonai objektumokba elszállásolt csapatoknak, valamint biztosítaniuk kellett háború esetén azt, hogy a római egységek át tudjanak kelni a folyam túlsó partjára. Akkor megvalósítottak ők is hadműveletet önállóan, vagy pedig mondjuk adott esetben együttműködve más csapatokkal. Ezen kívül ugye hát nem mindig kellett átszállítani Trajanus vagy Hadrianus a teljes római hadsereg negyedével a barbár területekre, hanem általában a hétköznapokban kisebb volumenű feladatokat kellett ellátniuk. Ilyen például a különböző csempészek, akkor a különböző rablóbandák elleni fellépés, a illegális bevándorlásnak a megakadályozása. Ugyanis hát azt tudjuk, hogy a római korban például Commodus idején, második század végén eleve az őrtornyokat ugye több helyen dedikálták úgy, hogy azért állítják, hogy ugye megakadályozzák a különböző csempészek, rablóbandáknak a beszivárgását, ennek pedig az első védelmi vonala nyilván a Dunán cirkáló hajózó egységek voltak. Valamint itt ugye a délelőtti szekcióban elhangzott az, hogy a mai magyar ugye dunai hajóknak is az elvésett flotilla egységeknek az egyik feladata, ugye például a Tiszán vagy a Dunán az illegális bevándorlásnak a megakadályozása. Hát a római korban is ugye ezt eléggé szigorúan ellenőrizték, hogy hát milyen csoportok települnek be a római birodalom területére, és erre majd fogok konkrét példákat hozni a késő római korból, hogy ugye ebbe oroszlán szerepe volt a római flottának. Na most már ugye ahhoz, hogy végrehajtsák ezeket a feladatokat, szükségük volt ugye nyilván hajókra, szükségük volt a ehhez kapcsolódó támogató infrastruktúrára, valamint ugye szakértelemre, tehát állományra, és hát most gondolok itt olyanokra, ácsokra, akik tudták a hajókat javítani, meg nyilvánvalóan hajójavító műhelyekre, illetve magukra vízi járművekre. Hogyha megnézzük, hogy milyen jellegű logisztikai támogatást tudtak nyújtani a római hajók, akkor azzal kapcsolatban, ugye említettem már az utánpótlás szállítást, ugye békeidőben ez elsősorban a belső vízi úthálózatot érintette, háborús, illetve a határfolyót, háborús időszakban pedig ugye ebbe a körbe bevonódtak az ellenséges területeknek a folyórendszerei is. A másik fontos pedig ugye az átkelés biztosítása, ami egyrésztről mehetett hajóhíddal, vagy pedig egyéb ugye cölöphíd verésével. Mindkettőre van egyébként példa, hogy a Dunán alkalmaztak ilyet a rómaiak, valamint ugye akár hajókon is át tudták szállítani a római csapatokat. Ugye itt két képi forrást hoztam, a Trajanus, illetve a Marcus oszlopra bemutatva. Ugye az első a Trajanus oszlop, ahol lehet látni, hogy a római katonák a dákiai invázió idején ugye mindenféle ellátmány pakolnak a különböző típusú hajókra. A másiknál, a Marcus oszlopnál, ahol egy hajóhídon kelnek át a rómaiak,
Itt ez megint a Trajanus oszlopról egy relief, ahol a Dunának a szimbolizált alakjait istenként ábrázolva tekinti meg, amint a római csapatok átkelnek az ellenséges területekre, és itt is megfigyelhetőek az utánpótlás szállító kisebb hajók, tehát itt minimum kétfajta hajótípus láthatunk, kisebb utánpótlást szállító hajókat, illetve olyan hajókat, amikre lefektették a keresztbe a pallókat, és amiből megépítették a hajóhidat. Itt pedig azt lehet látni, amint ugye Trajanus, illetve hát még egyéb római tisztek, ugye már egyértelműen hadihajó jellegű hajókon kelnek át az ellenséges folyópartra. Most már többször említettem azt, hogy tevékenykednének a római csapatok, illetve tevékenykedtek az ellenséges területeken, és ebben fontos szerepet kapott a flotta, hogy támogassa a ottani tevékenységét a római egységeknek. Tehát ezt úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy ahhoz, hogy a római csapatok ellenséges területen, és ez nem csak a római, ma is bármilyen sereg, ellenséges területen eredményesen tudjon műveletet végrehajtani, ahhoz az szükséges, hogy megfelelő háttérinfrastruktúrát tudjon kiépíteni. Na most már ez ebbe az esetben, tehát a rómaiak esetében is így volt, ugyanis több olyan forrásunk is van, ami azt támasztja alá, hogy a második században a markoman háborúk idején a nagy római ellentámadásnál, amikor a hadszínteret ugye áttették a barbár területekre, akkor a római inváziónak a fő irányait a folyók szabták meg, és abban a víziszállítás is szerepet játszott. Itt van például először egy régi bizonyíték erre. Ugye ez a mai Csehország területén Musovnál található, a Morva folyónak egy mellék folyójánál, elnézést, csehül nem jó ejtek, tehát Die folyónál, illetve hát ott több kisebb folyó is egyesül. Ez egy hatalmas római logisztikai bázis volt. Ami a központi szerepet töltött be abba, ugye ez a Morva medence irányába irányuló római katonai offenzívának a támogatásába. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Carduntum, a mai Deutsch-Altenburgból kiindulva, az volt a birodalmi bázis, majd amikor ugye már sikeresen előre törtek a rómaiak, kiépítettek egy ellátó bázist itt Musovnál, és ezután terjeszkedtek tovább északra, illetve terjesztették ki a hadműveleteket. Egyébként van olyan elképzelés is, hogy ez a tervezett markoman provinciának lett volna a későbbi fővárosa. Van feliratos forrásunk is erre vonatkozóan, a témához vonatkozóan. Ez Trencsénnél van, a Vág folyó mentén, ahol ugye egy római tiszt, Marcus Valerius Maximianusnak a felirata látható, aki egy 800 fős vexillációt, tehát egy különítményt vezetett a térségbe, ugye lezárva a Kárpátok hágóit, és ugye biztosítva az attól délre lévő területeket. És hát itt van egy híresebb irodalmi forrás, ugye elmélkedések, tehát Marcus Antoninusnak az elmélkedései, amit ugye úgy dedikálja a második könyvét, hogy írtam a kvádok földjén, a garam mentén. Tehát ugye ez is azt mutatja, hogy az a római támadó ég, amelyiknek az élén a császár volt, az a Garam folyó, tehát egy folyó mentén mozgott, és a császár is úgy tudta helyileg meghatározni, hogy ő hol van, tehát egy folyóhoz viszonyítottan. Ugye, hogy milyen fontos, hogy a folyót uralják a rómaiak, amit úgy látszik, hogy lehet, hogy kicsit elhibáztak még a markoman háború kezdetén, mert ugye azért lehetett sikeres a barbár támadás. Tehát ebből tanultak, az bizonyítja, hogy 172-ben, amikor a kvádokkal, markomannokkal kötöttek békét, illetve 175-ben, amikor a szarmatákkal, akkor kikötötték, hogy létrehoztak egy 15 kilométeres zónát a Dunának a bal partján, amit nem közelíthettek meg a barbárok. Tehát nem csak, hogy csónakjaik nem lehettek a Dunán, hanem ugye nem is az ott lévő településeiket fel kellett számolni. Tehát lehet ilyen térképeket látni, amelyeknél eleve úgy rajzolják a római határt, hogy egy kicsit túlnyúlik a Dunán, tehát ennek ez a magyarázata.
Na most már, hogyha konkrét műveletek végrehajtását, illetve azoknak a gátjáról szeretnék beszélni, akkor ugye az egyik legelső művelet, amiről írott forrásunk van, amit végrehajtott a Dunai Római Flotta, a Tacitusnál maradt fönt, mégpedig az, amikor egy Vannius nevű kvát királyt, aki Rómának volt egy kliens királya, kellett kimenekíteni. Lényegében egy puccsot szerveztek ellene, és akkor ugye a megbuktatott rómapárti vezetőnek a kimentését, azt gyakorlatilag a flotta hajói valósították meg az első századnak a közepén. Ugye itt mondtam, illetve hát eddig arról beszéltem, hogy hát milyen feladatai voltak a római flottának, és hogyan tudta azt ellátni. Viszont voltak objektív okok, amikor nem tudta ellátni a feladatát, ezek pedig természeti okok. A Duna akkoriban gyakrabban befagyott. Ilyenkor nyilván nem tudtak a rómaiak hajóval közlekedni, és szintén több eset van dákokkal kapcsolatban, szarmatákkal kapcsolatban is források, hogy bizony a befagyott folyó vizén kelnek át az ellenséges csapatok, és rabolják végig a római provinciát, vagyis akkor, amikor objektív okok miatt a római flotta nem tudta ellátni a feladatát, illetve előfordulnak olyan esetek is, amikor mondjuk annyira megárad, mert ezek még nem szabályozott folyók természetesen, annyira szétterül a folyó, a Duna, hogy akár gyalog is át lehet rajta kelni. Nyilván ugye ilyen esetben se tudja egy flotta hatékonyan megakadályozni az ellenségnek a bejutását a római területekre. Az viszont, hogy ugye a rómaiak demonstrálják a folyam feletti uralmat, illetve hogy ők milyen könnyen tudnak átkelni, annak voltak, hát hogy is mondjam, elég szimpadias megnyilvánulása is. Például volt olyan, hogy egy batáv segédcsapatok között szolgáló katonai batávus teljes fegyverzetbe átúszta a Dunát, demonstrálva azt, hogy hát a római katonák erre is képesek, tehát meg volt egy lovas csapattal is úsztattak át. Tehát nyilván ezért mindig figyelmeztetni kellett a barbárokat, hogy ki az, aki itt uralja a térséget. Egyébként még visszamenve erre, itt ugye két hajótípus lehet látni, egy ilyen nagyobb liburnát, illetve egy kisebb muszkulusz, tehát ami nyilván ez a rekonstrukciója, tehát modern. Na és akkor ugye az átkelésekről már többször tettem említést, és itt most hoztam két Ammianus szöveg helyett, ami hát most mondhatom, hogy nekem egy kicsit kedvencem, mert itt jól rávilágít egyrésztről arra a dologra is, amikor mondjuk a propagandisztikusan akar majd beállítani egy történetíró, utána meg úgy szembe megy a valósággal, tehát idézetbe. 358-ban II. Konstancius vezetett hadjáratot az Alföldre a szarmaták ellen, és ezt Ammianus következőképpen írja le a magánál a történet elmesélésénél. Egy arra alkalmas helyen hajóhidat veretett, és átkelt a hótömegek olvadásától megáradt Iszter folyón, majd pusztítva behatolt a barbárok földjére, ezek megvoltak lehetve a gyors előrehaladástól, és alig hittek szemüknek, hogy harcedzett seregünk csapataik már mellük szegzik a fegyvert, nem is álmodták volna, hogy egy sereg ebbe az időben összegyűlhet ellenállásra, de még lélegzett vételre sem volt idejük, valamennyien megfutottak, hogy puszta életüket mentsék. Római propaganda töményen, jött a római hadsereg, barbárok pedig elrohantak. Itt azért látszik azonban egy olyan dolog, ami nem hétköznapi, hogy a megáradt folyón képesek hajóhidat verni, ami ugye rávilágít a római Dunai flotta, illetve hát, hogy hozzácsatlakozó egységeknek a képességére. Ez nyilván nem volt egy mindennapi teljesítmény. Majd egy picivel később a császárnak a beszédét idézi Ammianus, ahol egy kicsit más, lejárt volna az idő, vagy... Jó, akkor egy kicsit bele húzok. Így van. Ugye itt azt láthatjuk, hogy akkor nem olvasom föl, hogy sokkal küzdelmesebb hadjárat képe vetődik elénk, ugyanis itt már egy erőszakos folyami átkelésről van szó, tehát a barbárok lövedékekkel megpróbálták megakadályozni azt, hogy átkeljenek a rómaiak, és akkor ezek szerint a római egységek, tehát ennek ellenére meg tudták oldani a feladatot. És ha már két perc van, akkor ha kérdés van, akkor esetleg erre nagyon szívesen válaszolok, itt a rendészeti feladatok ellátásánál, meg a bevándorlás megakadályozásánál. Amit még meg szeretnék említeni, az az, hogy ezek az úgynevezett megerősített átkelőhelyek vagy
lehet hídfőállásoknak is nevezni, rendszerét, amit kiépítettek a Duna mentén a rómaiak. Ezek is azt a célt szolgálták a késő római korba, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabban tudják a római katonai erőt kivetíteni a barbár területre, és ennek a kivetülésnek volt az egyik legjobb példája a csőrszárok rendszer a 4. században, ami a rómaiak a kliens szarmata területeket vette körbe, és ekkor létrejött egy 3 lépcsős, vagy attól függ, hogy osztjuk, római határvédelmi, vagy inkább azt mondom, biztonsági rendszer. Ugye az első rész a kliensáramot körbevevő csőrszárok, ahol ugye még római katonai jelenlétre utaló nyomok vannak, például 60 gombos pusztán is. Utána ugye nyilván a Duna, a ripa erődítmények és a belső erődítmények, és ennek a rendszernek egy igen fontos integrált része volt a flotta, amelyik a már említett módon a belső folyóhálózat, tehát a birodalmon belüli vízi úthálózattal, a határfolyón, illetve ugye az ellenséges területeken végigfolyó vízi utakon is tudta kifejteni a tevékenységét. Úgyhogy köszönöm szépen akkor a figyelmüket!